Köszöntöm a kedves nézőket, ez a DVS céllabdarúgó magazinja. Június végén búcsúzott az élvonaltól a Loki, és azóta sok minden történt Debrecenben. Új klubvezetés állt fel, új csapattagok érkeztek, és ismét felbukkant egy-két saját nevelésű tehetség. Következzen egy kis ízelítő a műsorból. Változások kora, a kiesés után az alapoktól építik újra a DVSC-t. Válogatott visszatérő Koruth Mihály Görögországból jött haza, hogy segítsen nevelő egyesületének. Négy ballábas kihívás, lőpárbajban teszteltük a Loki ballábas játékosait. Az NB1-es búcsút követően új korszak kezdődött el a debreceni labdarúgásban. Szima Gábor távozásával az önkormányzat lett a többségi tulajdonos a klubban. A DVSC-nek új elnöke és új sportigazgatója is van Szabó Péter, illetve Tőzsér Dániel személyében. A cél egyszerű, rögtön vissza kell jutni az élvonalba. És egy újabb lehetőség! Kapufa és a gólvonal elé vágódik, ez meg fölé! Hihetetlen! A 94. percben! Nagyjából 10 centin múlt, hogy bent maradjon az első osztályban a DVSC, de mivel Ferenci lövése nem a gólvonal mögé pattant a felső létről, csak döntetlen ért el a Loki a Paks elleni Kiki meccsen, és így búcsúzni kényszerült az élvonaltól. Megállapodtunk abban, hogy elválnak útjaink. A kiesés komoly változást hozott a debreceni futball életbe. Alig 4 nappal a Paks elleni meccs után Papp László polgármester bejelentette, hogy a város megvásárolja a többségi tulajdonrészt Szima Gábortól, így önkormányzati tulajdonba kerül a DVSC futballszervező ZRT. A városnak kötelessége, hogy ebben az ügyben szerepet vállaljon, és segítsen a klubnak újra erőssé válni, újra népszerűvé válni, és újra a legjobbakhoz, az ország élmezőnyéhez tartozónak lenni. Szerintem ezt közös lakajtóra felmentünk. Jó. A klub új vezetősége villámgyorsan felállt. A helyi üzletember Szabó Péter lett a focit működtető részvénytársaság új elnöke, a sportigazgató pedig Tőzsér Dániel. Szeretnénk a hosszabb távon a klubnak a költségvetését, azt a néző, szponzori bevételek alapján, valamint az MLS-től kapott jogdíjak alapján realizálni. Itt ugye látni kell azt, hogy elég mélyről indulunk, tehát itt nem volt kapcsolat szurkolókkal, szponzorokkal, olyan mérték, amit ez a klub megkívánt volna. Jelen pillanatban ugye 3000 bérletesünk van, ami úgy gondolom, hogy az NB2-ben, de még az NB1-ben se egy rossz számnak mondható, és ezt szeretnénk folyamatosan tornázni felfelé, hogy minél nagyobb látogatottságú legyen a mérkőzés. Mivel a kiesés és az NB2-es szezonrajt között alig egy hónapnyi idő állt rendelkezésre, azonnal munkához látott az új sportigazgató is. Itt az idő óriási ellenfelünk volt ugye ebben a felkészülési időszakban, hiszen egy teljesen új csapatot kellett igazából kialakítani. 6 játékos elköszönt a klubtól, ennyien ugyanúgy érkeztek. Nyilván a keret az már nagyjából kialakult, de szeptember 22-ig nyilván nem lehet azt mondani, hogy ez már a végleges keret. Abszolút én is szerettem volna még játékosokat azért az érkezők sorában, és akkor nyilván távozók is lettek volna. De én úgy gondolom, hogy az eddigi keret az egy erős keretnek mondható ebben az osztályban abszolút. A Budaörs elleni szezonnyitón a kapus Zöldes Illés, valamint Tisler Patrik, Pór Patrik és Sós Bence is bemutatkozott az újak közül. A Loki 1-0-ra nyert Szatmári Csaba 83. percben szerzett góljával. Szó szerint megküzdött a győzelemért a DVSC, ami alapelvárás az új érában. Tiszta viszonyokat szeretnénk, ez az első. A játékosok és a sport szakmai részvevő pedig az, hogy egy olyan játékot játszunk, ami közönség szórakoztató, és küzdjünk és hajtsunk. Én úgy gondolom ez a legfontosabb. Ki lehet kapni, de akkor is izzadjunk vért, és lássák azt a szurkolóink, hogy mindent megtettünk azért, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. A sorsolás szeszélye folytán rögtön a második fordulóban összejött a debreceni házi rangadó. A Deac ellen bemutatkozott a két nagy visszatérő Koruth Mihály és Varga József is. A Loki Pintér, Bódi és Tisler góljaival 3-0-ra nyert, úgyhogy a tavalyi házi gólkirály Szécsi Márk pályára sem lépett. Tőzsér Dániel újonc sportigazgatóként az NB2 egyik, hanem a legerősebb keretét hozta össze alig egy hónap alatt.
Erős keret ide vagy oda, a harmadik fordulóban Siófokon csalódást keltően futballozott a DVSC, amit maga Kondás Elemér vezető edző is elismert. Az 1-0-ás vezetésről összehozott 1-1-es döntetlennel nem lehettek elégedettek Debrecenben. Az már az első fordulók alapján megállapítható, hogy az NB2-ben még ezzel a kerettel sem lesz könnyű dolga a Lokinak. Ezzel együtt a feljutás alapelvárás, sőt csak egy állomás a Lokomotív jövőbe vezető útján. Az, hogy most legyünk egy ugyanolyan ilyen középcsapat, egyszer odaérni, egyszer a kiesés ellen küzdeni, én azt abszolút szeretném elkerülni. Én azt szeretném tényleg, hogyha Debrecen az Magyarország egyik, hanem a legjobb csapata legyen középtávon. Nyilván ezért rengeteget kell azért dolgoznunk, nyilván ezért még nagyon nagy a lemaradásunk, esetleg én azt mondom, hogy most egy Ferencváros vagy egy Videótonnal kapcsolatban, de vannak álmaink, amiket szépen mi itt Debrecenben dédelgetünk, és amiket el fogunk érni. Augusztus 17-én DVSC hagyományőrző és sportfejlesztő egyesületet alapított 41 elkötelezett lokista magánember Debrecenben. Ennek a társadalmi szervezetnek az a missziója, hogy a DVSC-t régi sikereinek megismétlésére képes sportvállalkozássá fejlessze. Az egyesület 7 tagú elnökséget választott, Skósa Lajos országgyűlési képviselőt választotta elnöknek. Az új korszakába lépő klub egyik legfontosabb küldetése, hogy újraépítse a kapcsolatot a szurkolóival. Két hazai meccse volt eddig a Lokinak, és mindkét alkalommal 5000-en voltak kíváncsiak a csapatjátékára. Lássuk, milyen is az NB2-es meccs hangulat Debrecenben. Ilyen egy meccsnap a Nagy Erdőn. A Szolnok elleni rangadó előtt már délelőtt 10 órától családi programokkal várták a loki szurkolókat. A sportákhoz kapcsolódó játékok között népszerű volt a buborék, foci és a futballbiliárd, de legtöbben az élő csocsót próbálták ki. Tetszett. Igaz, hogy az első mérkőzés egy edzőmérkőzés volt, most fog csak jönni az igazi megmérettetés. És nagyon várjuk a mérkőzést, mert hát ki tudja, lehet nyerünk 50 000-et. Egy sportbolt felajánlásából ugyanis értékes nyereményeket is hazavihettek a győztesek, de voltak olyan versenyszámok is, ahol egy edzés lehetőség volt a tét a DVSC felnőtt csapatánál. Ez is fontos része annak a folyamatnak, aminek célja a szurkolók és a játékosok közötti kapcsolatjavítása. Ezek a kis hajszárepedések, amik a játékosok és a szurkolók között voltak, ezek hát javításra szorulnak, de éppen ezen vagyunk, hogy javítsuk. Azért azt el kell mondjam, hogy például a legelső edzőmérkőzésünk, amely itt volt a Nagy Erdős stadionban, és a csapat kivonult melegíteni, akkor vastag fogadta a fiúkat, tehát azt lehet látni, hogy a szurkolók részéről a bizalom megvan. Ezt a bizalmat mutatja az is, hogy sokan nem kis áldozatot vállalnak azért, hogy a helyszínen drukkolhassanak a Lokomotívnak. Sós Bence barátunk visszakerült Debrecenbe. Ő szereti a foci. Én futballoztam valamikor, és megpróbálunk úgy, mivel ez a legközelebbi város Tiszafölthez, ahol legalábbis jól érzünk magunkat, itt vagyunk minden hazai meccsre. A családi nap nem véletlenül kapta ezt a nevet. Kiemelten fontos feladat meccsnapokon olyan élményt nyújtani a kicsiknek, aminek a csúcspontja maga a mérkőzés. Koncentrálunk a gyerekekre, a családokra, hiszen a kis loki szurkolókból lesznek a nagy loki szurkolók, tehát a következő 30-40 évet gyakorlatilag minden nagy szavak nélkül, ezt most lehet megalapozni. De a DVSC nem csak a családokon keresztül szólítja meg a fiatalokat. Általános iskoláknak biztosított ingyen jegyekkel is meg lehet szerettetni a meccs hangulatot a gyerekekkel. Én igazából nem szoktam járni meccsre, én évente 3-szor. És miért éppen most? Meg tölték pár barátom. Bár a kezdeményezés ezeknek a gyerekeknek talán újnak tűnik, valójában Debrecenben évekig a futballélmény részei voltak a meccsnapi programok. Összetett kérdés, hogy miért változott ez meg az utóbbi időben, az viszont biztos, hogy ezen a területen is megmozdult valami a Civisvárosban. A Debrecenben az elmúlt években mesejárni annyi volt, hogy valaki beesik a stadionba mondjuk 3 perccel a kezdés előtt, jó esetben, rosszabb esetben 10 perccel a kezdés után, és megtekinti a mérkőzést, majd hazamegy. És azt szeretnénk, mert tudjuk, hogy amúgy a loki kultúrában sem ez van benne, sőt, szerte a világon ez másképp működik, azt szeretnénk, hogy kicsit legyen már ez olyan, mint régen volt. Legyen egy egész napos, de legalábbis egy félnapos program. Viszont ahhoz meg nyújtanunk kell valamit. Azt persze a klub vezetői is tudják, hogy hiába jók a programok, ha a pályán nem jönnek a sikerek, megtörhet a szurkolók lelkesedése. Ezért is volt különösen fontos, hogy a jó hangulatú meccsnapra a Szolnok elleni győzelem tette fel a koronát. Sós Bence révén a Loki már negyed óra elteltével előnybe került, és a Siófok elleni meccsel ellentétben nem ült rá az eredményre.
A folyamatos próbálkozások a második félidőben értek góllá. Külön öröm volt a drukkereknek, hogy két saját nevelésű játékos, a 17 éves Bényei Ágoston és a 19 éves Bárány Donát hozták össze a második debreceni gólt. Végül maradéktalanul kiszolgálta közönségét a vasutas, Sós Bence második találatával az utolsó percekben alakult ki a 3-0-ás végeredmény, ezzel a DVSC újra az NB2-es tabella élén áll. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a DVSC jelenlegi játékos kerete erősebb, mint a tavalyi. A Loki olyan labdarúgók egész sorát szerződtette, akik korábban az NB1-ben, vagy éppen a nemzeti csapatban is bizonyítottak már. Elég, ha csak a Márkó Rosszinál is alapembernek számító Korhut Mihályt említjük. Hatalmas ováció fogadta a nevelő egyesületéhez visszatérő Korhut Mihályt a bemutatásakor. A 22-szeres válogatott védő 4 év után költözött haza Debrecenbe, ahol korábban 4 bajnoki és 4 magyar kupa győzelmet ünnepelhetett. Most ismét a bajnoki címért küzdhet az együttessel, csak éppen a másodosztályban. Itt a Lokiról és a Debrecenről van szó, amire ugye a otthonomként tekintek, és sokat köszönhetek a Lokinak és a városnak, hogy újra úgy éreztem, hogy ebben a szituációban, hogyha segítségre lehetek a célok elérésében a Lokinak, akkor természetesen jövök is, és segítek. A játékos a nyíregyházi Spartacus elleni felkészülési mérkőzésen lépett először pályára a Loki mezben. A visszatérés jól sikerült, hiszen a DVSC-t 4-0-ra nyert, Korhut pedig végigjátszotta a második félidőt. Nem sokat kellett várni az első tét meccsére sem. A második fordulóban a Deac elleni városi rangadón már a kezdőben kapott helyet Kondás Elemér csapatában. Nagyon biztos mérkőzések vannak, nem biztos, hogy a szép foci dominál egy-két mérkőzésen. Tényleg ott még több az ütközés, több a párharc. Mondhatom, hogy őszintén, hogy a pályák olyan minőségűek, mint az NB1-ben. Korhut több évnyi légióskodás után tért vissza Debrecenbe. Első külföldi csapata a Hapoel Berseva volt. Néhány nap alatt kellett eldöntenie, hogy belevág-e az izraeli kalandba. Végül bevállalta, és nem bánta meg. A futballt azt nagyon imádják, a szurkolók, a szurkolás is nagyon nagy élmény volt az, hogy szinte mindig teltház előtt játszottunk. Ilyen délen csak mi voltunk, ugye a Berseva, ugye a városnak is az a neve, a csapatnak is, hogy Berseva, és délen csak mi voltunk, úgymond első osztályú csapat. Tényleg mindenki nekünk szurkolt, a Berseva-nak ilyen jó érzés volt ott futballistának lenni. A közel-keleti országban végül 2,5 évet futballozott, és nem távozott üres kézzel. Hát hoztam is pár erekjét, amik így a úgymond szívemhez közel állnak. Itt van például egy Berseva-s mez, izraeli. És ami ugye a fura, hogy nem tudom, hogy látjátok a nevemet, melyik az én nevem. Visszafele írnak ugye a héberek, és akkor például így van a nevem, hogy Korhut. A futballmezen kívül szerencsére más erekje is maradt ebből a korszakból. A csapattal 2-2 bajnokságot és kupát nyert, és 2-szer is bejutottak az Európa Liga csoportkörébe. A bajnoki címért szerencsére van 2 is. Ugye nem érmeket adtak, hanem ilyen szalátást, állakat, és akkor így van benne. 2019 legelején szintet lépett, amikor leigazolta a görög élvonalbeli Aris Szaloniki. Az együttes annak a PAOK-nak a városi riválisa, akit a DVSC 2003-ban kiejtett az UEFA kupából. Ennek a két csapatnál tényleg az van, hogy mint nálunk a románoknál, hogy csak őket oda-vissza. Tényleg ott megvesznek a két csapatért, pont 10 éve kb. Nem nyert az Aris a PAOK ellen. Otthon tudtunk nyerni 4-2-re. Hát ami ott egy hétig volt a városban, az tényleg felejthetetlen, amit ott kaptunk akkor. A játékos a görög nagyvárosban számtalan élménnyel gazdagodott az ott töltött másfél év alatt. Mégis úgy érezte, lassan itt az ideje hazatérni. Ekkor érkezett egy hívás egy jó barátjától. Hogy Tőzs Ede lett a sportigazgató, felhívott, hogy nagy változások lesznek itt a klub körül minden tekintetben, és mondta, hogy ha úgy van, akkor szívesen látnak itthon megint. Ugye ez nem titkolt cél, hogy feljussunk, visszajussunk az NB1-be, mert tényleg a Loki az szerintem még szintén kimondhatjuk, hogy NB1-es klub, a város is megérdemli egy NB1-es csapatot és a szurkolók is. Nagy kérdés, hogy mi lesz így a válogatott szerepléssel, hiszen a szövetségi kapitány korábbi kijelentése szerint nem számol az alacsonyabb osztályban szereplő játékosokkal, pedig Korhut Mihály alapember volt már Márkó Rosszinál. Kikértem a véleményét is, hogy mit gondol rólam, meg én meg is mondtam neki, hogy én mit szeretnék. Mondta, hogy a válogatott szempontjából nem a legjobb döntést hoztam, de érthetőek az érveim, és elfogadta a döntésemet. Mondta, hogy ugyanúgy
követni fognak, ugyanúgy nézni fogják a meccsemet, ugyanúgy nézik majd a statisztikámat, és reméljük, hogy én nem is remélem, hogy telefonálni fog majd. A csapat megnyeri a másodosztályt úgy, hogy Korhut kimagasló teljesítmény nyújt, talán a szövetségi kapitány is kivételt tesz majd a keret kialakításánál. Ezzel mindenki jól járna, de leginkább a Loki szurkolói. E heti játékunk következik. A klub támogatásával minden adásban értékes nyereményeket sorsolunk ki azok között, akik helyes választ küldenek be az általunk feltett kérdésekre. Lássuk, mit nyerhetnek ezúttal. Játsszon a Csakalokival, küldje be a helyes választ és nyerjen. Mikor szerepelt legutóbb az MB2-ben a DVSC? A megfejtéseket a media@dvsc.hu e-mail címre várjuk szeptember 10-éig. A helyes választ beküldők között egy Loki ajándékcsomagot és két darab belépőjegyet sorsolunk ki a szeptember 13-ai DVSC Ajka mérkőzésre. Általános meglepetésre került be az első forduló kezdőcsapatába Bényei Ágoston. A mindössze 17 éves középső középpályás érett játékával hívta fel magára a szurkolók figyelmét. A saját nevelésű korosztályos válogatott futballista már idén igyekszik megszilárdítani helyét a csapatban, hosszú távon pedig alapember szeretne lenni a Lokiban. Az angolt minuláról kezdtem viszont nagyon magas ugrasszámban, a németet megvittem tovább. A mindössze 17 éves Bényei Ágoston az Ady Endre gimnázium diákja. Tanítási időszakban itt tölti ideje nagy részét. A jelek szerint hasznosan, hiszen az élsport mellett is kitűnő tanuló. Az elsődleges célom az Adiban a nyelvtanulás volt, ezért jöttem ide. És mondhatom, hogy az angol és a német az erősségeim, ez a két nyelv. Valamint a reál tantárgyak közül főleg a kémia. Úgyhogy én most így ezeket mondanám olyannak, amivel később tovább mehetek. A fiatal középpályás azt sem zárja ki, hogy 3 év múlva jelentkezzen a felső oktatásba, de jelenleg a futball az első. A Tiszavasváriban felnőtt Bényei 10 évesen került a DVSC akadémiájára. Kezdetben naponta ingázott a két város között, majd hosszú távon is elkötelezte magát Debrecen mellett. 8. osztály után, az általános iskola végén egy olyan mérföldkőhöz érkeztem, vagyis egy döntés elé, hogy itt maradok Debrecenben, vagy a budapesti csapatok közül ugye voltak kérőim, és hogy ott folytatom a tanulást és a pályafutásomat is. De így döntöttem, és nem bántam meg, nagyon, nagyon szeretek itt lenni. Így aztán az utánpótlás válogatott Bényei a DVSC erőssége maradt, idén pedig már a felnőtt csapattal kezdte el a felkészülést, sőt Haris Attila és Barát Péter sérülései miatt megnyílt az út a kezdő csapat felé, bár a hiányzók miatt továbbra is jó eséllyel számíthat játék lehetőségre, nem kényelmesedhet el. Ez egy folyamat szerintem, és igyekszem jól teljesíteni, amikor megkapom a lehetőséget a következő meccseken is, és igyekszem bejátszani magamat úgy a csapatban, hogy aztán engem kell majd kiszorítani valakinek, vagy engem próbáljanak meg kiszorítani. A 17 éves játékos maga is meglepődött, hogy az NB2 első fordulójában bekerült a kezdőbe. A Budaörs elleni meccsen azonban bizonyította, hogy a pálya tengelyében megbízható, stabil teljesítményre képes. Remek labdaszerző és átlag feletti a párharcokban is. Testalkata és játék stílusa alapján sokan hasonlítják Nagy Ádámhoz. Azt a hasonlóságot érzem kettőnk között, hogy az agresszivitás, a labdaszerzés ezekben hasonló kaliberűek vagyunk. Viszont én úgy vagyok vele, hogy nem szeretnék senkire hasonlítani, vagy senkit leutánozni, hanem a saját karakteremet kiépíteni. Bényeire eddig elsősorban védekező középpályásként számítottak, de nem ijed meg a kreatívabb feladatoktól sem. Kétlábas, jól lát a pályán és képes kulcspasszokkal veszélyhelyzetet kialakítani. A támadások befejezésében még fejlődnie kell, ehhez pedig adottak a feltételek Debrecenben, hiszen a DVSC-ben rendszeresen lehetőséghez juthatnak a saját nevelésű játékosok. Én úgy érzem, hogy egy olyan társaság jött össze itt most a Debrecenben, aki sikereket érhet el, és én szeretnék ennek majd részese lenni. És ezt nem csak ő gondolja így, több fiatal csapattársával, köztük a szintén korosztályos válogatott Fűzfői Márkkal és Barát Péterrel komoly terveik vannak. Van egy ilyen 4-5 ember, akivel kifejezetten jóban vagyok, ők a barátaim, ugye Peti és Márk is köztük van, és hát szoktunk filozofálni, hogy mi hogy csinálnánk, vagy hogy fogjuk csinálni, úgyhogy remélem, hogy ez majd megadatik nekünk, és tudunk bizonyítani így együtt.
A csapat két legfiatalabb tagja Bényei és Barát. Sokak szerint ők lehetnek a DVSC középpályájának kulcsemberei a jövőben. Vagy talán már a jelenben is? Négy ballábos kihívásra vállalkoztak a DVSC játékosai. A Loki Challenge rovatunkban ezúttal a csapat ballábos játékosait teszteltük. Most kiderül, hogy a Korhut Mihály, Ferenci János, Sós Bence, Pintér Ádám négyesből kinek van a legjobb ballába. Kellemes teher lehet egy vezetőedzőnek, ha a keretben négy ballábas játékos is van. Ráadásul nem is akármilyen. Korhut Mihály, Ferenci János, Sós Bence és Pintér Ádám egyaránt nagylövő. Ezt bizonyíthatták az augusztusi Loki Challenge-ben. Első kihívásként 3-3 szabadrugást kellett lőniük Zöldesi Illésnek. Mi legyen a tét? Egy kávé reggel a büfébe. Dupla. Jó, egy reggeli. Fiatalság, bolondság. Fiatalság, legfiatalabb. Oké. Okay. Utána Sós. Sós, én. Miska. Adom. Kezdjött, Pinyi. A fiatal középpályás hamar felavatta a nemrég igazolt hálóőr kapuját. Sós Bence sem szeretett volna lemaradni az élbolytól, vagy éppen a jutalom reggeli motiváltabb, ki tudja, minden esetre egy rafinált lövéssel ő is betalált. A két szélsővédő adott egy kis előnyt a társaknak. Hát én az zájj nem tudok rúgni. Itt van a zsebemben egy tégla. Ujj, sok lett pedig szurkoltam. Az első kör után a nagyok már komolyabban vették a technikás Pintér Ádámot, aki ezúttal sem okozott csalódást. Pinyő, még egy gólt rúgsz, én bemegyek. Akkor viszont én is bemegyek. Na jó. Hagyjál már! De atyavilág! Ki hívta? Most komolyan, ki hívta? Sós kihagyta, Ferenci János viszont megmentette a bal szélsők becsületét. Nagyon meleg. A görög élvonalból hazatérő Korhut Mizsi viszont egyelőre nem találta a góllövő cipőjét. Miska most berúgja. Jó lesz az, jön az lentebb. Ha berúgott, feljutunk. Bravo, Illés! Pintér Ádám harmadik próbálkozását bravúrral védte Zöldesi Illés. A kapus azonban sokáig nem örülhetett, hiszen Sós Bence kihasználta az egyenlítési lehetőséget. Igen. Ilyen nincs! Jézus! Hagyjál már te! Hát bevédett neked kettőt! Akkor Illés fizet, nem? Három kör után Pintér és Sós állt két-két góllal az élen, így következhetett a szétlövés. Sós, még egyet nem fog bevédeni. Összefoglalóban benne lesz, de ott a víz! A statisztikát növeli. A szabadrúgások után jöhetett a következő kihívás. Ezúttal egy vizes palackot kellett 16 méterről lerúgni a lécről. Az első kihívást Pintér Ádám nyerte meg, ezúttal viszont ő volt az utolsó a sorban. A többiek úgy gondolták, ha megfordítják a sorrendet, az majd nekik hoz szerencsét. Ha igen. Jó, az nem jó. De azért közel volt. Mondtam. Illés, ez még maradni kell. A vizes palack láthatóan feladta a leckét a srácoknak, hiszen az első két körben csak akkor esett le, ha levitte a szél. Ez viszont többször is előfordult Zöldesi Illés bánatára, aki ezúttal segítőként vett részt a játékban magasságának köszönhetően. Mondtam. Illé! Nem jó, ott nem lehet világ. Jó. Jaj, de kár! Hát de hagyjál, azért nem jó, mert ilyen kettőt rúg állandóan. Sajnos. Hát eltalálta volna. Pintér Ádám próbálkozása jó helyre ment, a palack viszont közben leszédült, így már csak annak a helyét lőtte el a fiatal középpályás. Többségi szavazással megkapta a lehetőséget, hogy újra próbálkozzon, ez viszont nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Hát de nehogy már megnyerje ezt is, én ezt nem adom. Én biztosan nem fizetek neki még egy kávét. Milyen kávé? Nem te fizet. Miska fizet. Ja, hát akkor Miska nevében.
Ott van. Úristenem. Nem. Vissza. De legközelebb éjjártam. Miután a palack éppen maradt a kapufa tetején, büntetésként a srácoknak a rosszabbik lábukkal kellett bizonyítaniuk, méghozzá szabad rúgásból. Micsoda! Szívesen! Sós Bence ismét vitt egy kis csavart a történetbe, a lövésen kívül persze, így fel volt adva a lecke a játék felfedezettjének, Pintér Ádámnak. Mert miért nem lehet azt mondani, hogy szép gól volt? Jó, oké, hagyjuk. Oké. Ne vegyünk többet, hát de figyelme, nem az létezik. De figyelme, az illés, gyerek nem tud labdába rúgni, azt rúgott 5 gólt. Hát, beszéltetek amúgy? Miután mindenki magához tért, a Pintér okozta döbbenettől, jöhetett az összegzés. Ez egyértelmű, hogy Pinyó volt a legjobb, természetesen gratulálunk neki. Igen, köszönöm. Köszönöm. Gratulálunk. Köszönöm. Nem őszinte, de... Köszönöm, Jani. Viszont én azt hozzáteszem, itt vagyok 3 hete, gyakoroltuk állandóan a szaladrugást. Pont ez volt a 2 gólja, vagy 3 gólja összesen, mióta itt vagyok, és rúgtunk kb. 200-at. Hát én 9 éve vagyok itt, és nem rúgott ennyi gólt, mint ma. A DVSC magazin műsorát látták. Új adással legközelebb szeptemberben jelentkezünk. Addig is, hajrá Loki! Viszontlátásra!